A múlt hét folyamán a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben írta le, hogy a kormány szigorítani fogja a vendégmunkások behozatalát. A Mi Hazánk mozgalom akkor azonnal reagált erre a hírre, és leszögeztük, hogy ezt saját sikerünknek tartjuk, ugyanis igazolható, bizonyítható, visszakereshető, hogy mi voltunk azok, akik már a legelejétől fogva foglalkoztunk mélységeiben a vendégmunkás kérdéssel, így azt látjuk bizonyítottnak, hogy van értelme a nyomásgyakorlásunknak, ugyanis a kormány már nem először fúj visszavonulót. Még akkor is, hogyha ismerjük a fideszes politizálás alapjait, tudjuk, hogy ez csak részleges visszavonuló, tudjuk azt is, hogy sokszor ezek a visszavonulók csak kommunikációs trükkök, mégis jelzésértékűnek tartjuk, hogy a kormány rákényszerült erre a lépésre, ugyanis nyilván, mivel mi ezt a nyilvánosság előtt felhoztuk, tehát a közbeszéd részévé tettük, ezért kellemetlenné vált számára, ugyanis éveken keresztül ők voltak azok, akik a migráció ellen szólaltak fel, ehhez képest a valóságban azt láttuk, hogy pont ők szervezik a migrációt, ugyanis nyilvánvaló, ezt is ki kell mondani, alapigazság, hogy a vendégmunkás is migráns. Azonban ezzel minket, mint mondtam, nem lehet elaltatni, már csak azért sem, mert tudjuk, hogy a kormány a jövőben is azon lesz, hogy vendégmunkásokat hozzon be Magyarországra, ugyanis a kormány gazdaságpolitikája vendégmunkás alapú. Ez abból következik, hogy a globális nagytőkét szolgálja ki. És már csak azért is résen kell lennünk, ugyanis a közlemény úgy szól, hogy a magánkézben lévő munkaerőkölcsönzőknek lesz tilos a vendégmunkások behozatala, a vendégmunkás import. Erre azt lehet mondani, hogy nagyon érdekes, mert minden munkaerőkölcsönző cég igazából magánkézben van, és a közlemény úgy folytatódik, hogy a minősített munkaerőkölcsönző cégek továbbra is hozhatják be a vendégmunkásokat, így tehát tovább kell folytatnunk a küzdelmet, ugyanis a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy a minősített munkaerőkölcsönző cégek se hozhassanak be vendégmunkásokat, nem beszélve arról, hogy ezt a minősített jelzőt azt végső soron mégiscsak a kormány dönti el jogszabályok útján, hogy kinek adja, vagy hogyha jelen pillanatban még nem is kivitelezhető, hogy teljes mértékben megszűnjön, de a Mi Hazánk mozgalom ezt szeretné, akkor legalább a minősített fogalmát fogalmazzák át olyan módon, hogy azoknak a munkaerőkölcsönző cégeknek tiltsák meg a tevékenységét, amelyek láthatólag vendégmunkás importban utaznak, tehát ez az elsődleges tevékenységi körük, de a Mi Hazánk mozgalom még egyszer mondom azt szeretné, hogy a minősített munkaerőkölcsönző cégeknek is teljes egészében legyen megtiltva, hogy ázsiai vagy afrikai vendégmunkásokat hozzanak be a magyar dolgozók kárára, mert mi a magyar dolgozóknak akarunk megbecsülést, a vendégmunkásokat pedig haza szeretnénk küldeni.